A parlament ősszel fogadta el a 2021-es adómódosításokat. A helyi adókat érintő változásokról dr. Schléder Tamás aljegyző adott tájékoztatást. Fontos változás, hogy az adózók számára egyszerűsödik a helyi iparűzési adó bevallási rendje azáltal, hogy az adóalanyok a jövőben nem az önkormányzati, hanem kizárólag az állami adóhatósághoz kötelesek benyújtani helyi iparűzési adóbevallásukat. A kormány sok intézkedést hozott akár az év végén is, amelyben próbálta segíteni a nehéz helyzetbe került ágazatokat, és azt a döntést hozta az iparűzési adó tekintetében, hogy a kis és középvállalkozók részére egy bizonyos fokú mentességet biztosít. Ez azt jelenti, hogy a jogszabályban meghatározott KKV-k, ugye itt egy 4 milliárdos mérlegfőszeg vagy nettó árbevétel alatt számíthat ide egy KKV részükre, a 2021 évre egy 50%-os iparűzési adó elengedést hozott a kormány. Ugye ezzel kapcsolatban a jogszabálynak megfelelő KKV-knak egyetlen egy feladatuk van. A Nemzeti Adó és Vámhivatalon keresztül február 25-ig elektronikusan úton be kell nyújtani egy egyoldalas nyilatkozatot, amelyben kérniük kell ezt az 50%-os adóelengedést. Úgyhogy én minden helyi KKV-t arra kérnék, aki szeretné ezt idén igénybe venni, hogy jövő héten, azt hiszem csütörtökön lesz 25-e, addig mindenképpen nyújtsa be, mert utána nem lehetséges már ezt a fajta kedvezményt igényelni. Természetesen aki nem adja be, az mégsem késik róla, hiszen a 21-es adóévről majd 22. május 31-ig kell bevallást adni, akkor is lehet ezt majd érvényesíteni a bevallásban. De aki ezt nem teszi meg erre az évre, most február 25-ig ezt a nyilatkozatot, azt idén nem tudja ezt a kedvezményt igénybe venni. Tehát ez a kedvezmény később sem kell, hogy pótolják, illetve 21 teljes december 31-ig fennáll. Igen, tehát ugye az adóleleget alapvetően ugye két részletben fizetik meg, március 15-én és szeptember 15-én a vállalkozók. Az esetek jelentős részében a kedvezmény ezt a két időpontot fogja érinteni, aki beadja idén. A kormány döntése alapján ugye a kieső adóbevételt, mivel Hajdúszoboszló 25 ezer alatti település, meg fogja téríteni két alkalommal. Lehet lehívást intézni az államkincstárhoz, úgyhogy véletlenül az önkormányzatoknak ebből kiesése nem lesz.